Önök a heti szakaszt Breyer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez alkalommal újabb Seiber-díjakat adnak át. Riportalanyunk nem más, mint az Országos Rabbi Képző Intézet lánykori nevén, napjainkban Orzsének hívják, Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem rektora, dr. professzor Schöner Alfréd. Professzor úr, mi is történik itt ma? Több mint 25 esztendeje a mindenkori miniszter szuverén joga, hogy kitüntetéseket adjon át azoknak a személyeknek, akik a magyar kultúra integráns részeként a magyar vagy magyarországi zsidó kultúra művelésért országon belül vagy határon kívül nemzetközi szinten fejtenek ki tevékenységet, és egy több főből álló kuratórium döntése alapján most három jelöltet fog kitüntetni a miniszter úr. Ön ennek a kuratóriumnak tagja? Egy éve én vagyok az elnöke, igen. Ön részesült már Seiber díjba? Nem. Ön, mint ismeretes Seiber Sándor professzor diákja volt, mit tud erről mondani? A magamfajta rabinus életében az egyik nagy adomány, és ezt ön kedves szerkesztő úr nagyon jól tudja, sőt hasonlóképpen tudja, Seiber Sándor tanítványának lenni. Ez egy különleges adomány és egyben különleges felelősség, hiszen a 20. századi magyar zsidóság kétségkívül egyik legnagyobb zsidó tudósa, személyisége, gondolkodója, de talán mindenek előtt tanítója volt. Az ő nevét viseli ez a díj. Ön Seiber Sándor nyomdokában ugyanazt az egyetemet vezeti, amit annak idején ő. Milyen ő utána, illetve ő és ön között volt még egy vezető? Mit tud ő róla mondani, professzor Schweitzerről? Amikor Seiber professzor 85-ben drámai módon eltávozott közülünk, hatalmas űrt átongott, ki fogja betölteni a helyét. Akkor úgy döntöttek a magyarországi zsidóság vezetői, és szerintem véleményem szerint nagyon helyesen és nagyon jól, hogy a tisztségre leginkább méltó és tudományosságában mindenképpen az ő kontinusságához illő személyiséget választottak, így lett akkor Schweitzer József, aki évtizedeken keresztül vezette aztán az intézményt. Hány hallgatója van ma az egyetemének? Az egyetemnek vannak nappali szakos hallgatói, esti és elevelező szakos hallgatói, ezen kívül van egy nagy kör, amelynek a tagjai különböző szabad egyetemi formában kötődnek az intézményhez. Hozzávetőlegesen regisztráltan durván 170-180 rendes tagja van az intézménynek, a alternatív formákban pedig talán túlzás nélkül mondhatnám, 1000-1500 ember hallgatja hetente, havonta az előadásokat Budapesten és vidéken. Megszűnt a doktori iskola, hogy nem említi? A doktori iskolát most harmadszor akkreditálták, roppant büszkék vagyunk rá, mert egyhangulag akkreditálták ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül. Mit vár a jövőtől? Nagyon remélem, hogy az Orzse változaton teljesíti a hivatását, és a maga sajátos eszközeivel, amelyet három pontban lehetne összefoglalni, kutatás, oktatás és publikáció, ezzel a hármas egységgel szeretné folytatni a nagy elődök munkáját. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, de mielőtt búcsúzunk, hamarosan ránk köszönt a Pészák. Újból kivonulunk Egyiptomból, hol fog ön széder tartani? Gyakorló rabiként a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában,
Ez lesz a második Pészakom, melyet ebben a közösségben töltök. Magyarországon két Pészakot ülnek. Az egyiket biztos családi körbe fogja tölteni. Megrendítő lesz, amit mondok. Magyarországon is csak egy Pészakot ülnek, csak két széder este van. Mind a két szédert én fogom adni a közösségbe. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és Hag Sameach!